Biszku Béla Lenin portréja előtt szónokol valamikor a 60-as években. Itt pedig már Kádár Jánossal beszélgett. Itt viszont már vádlott. Az 1956-os forradalomban elkövetett bűneiért kell felelnie, csak épp nem tudni, hogy mikor. 4 évnyi tárgyalás után ugyanis a másodfokú bíróság visszadobta az elsőre az ügyét. Ez az eljárás jól mutatja az 1990 utáni igazságtételi próbálkozásoknak az eredménytelenségét. A Fidesz politikusa keményen kritizálta a magyar bíróságokat, amelyek szerinte még egy tömeggyilkost sem tudnak elítélni. Biszku pere újabb évekig eltarthat majd, ha pedig közben meghal, el sem ítélik. A politikus szerint tarthatatlan ez a helyzet. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága tett egy olyan javaslatot, a lengyel példán alapulva Lengyelországban most is így szól a büntetőeljárási törvény és a büntető jogszabályok, hogy a terheltnek a halála az nem vezet a büntetőeljárás megszüntetéséhez. A politikus hozzátette, hogy ő támogatja a halál utáni eljárásokat. Ehhez egyébként a parlamentnek törvényt kellene módosítania, hiszen Magyarországon csak élő embert lehet perbefogni. A bíróságoknak az élőkről, a történészeknek pedig a holtakról kell ítéletet mondaniuk. Az MSZP-s politikus szerint egy ilyen perben nem születhet igazságos ítélet. Azt gondolom, hogy egy halott ember például a büntetőeljárásban az egyik legfontosabb jogát, a védekezéshez való jogát nem tudja biztosítani. Zárójelben hozzáteszem, hogy jelen ügyben, valószínűleg, ahogy Szálasi Ferenc esetében is, Biszku Béla esetében sem lesz nagy vita a történészek között arról, hogy az ő szerepe a történelemben pozitív vagy negatív volt. A fővárosi bíróság korábbi szóvivője szerint az egész magyar jogrendet fel kellene borítani, ha be akarnák vezetni a halál utáni ítélkezést. Szerintem a bírák elképednének. Ez lenne az első reakciójuk. Az pedig, hogy most milyen ügyekbe kell a halottal szemben folytatni egy büntető eljárást, hát azt elképzelni nem tudom. Hogy milyen alapon lesz az, hogy az egyik halott ellen folytatnak büntető eljárást, a másik ellen pedig nem. Tehát az egész szerintem egy jogi nonsens, amit most ki akarnak találni. A Fidesz szerint viszont az a nonsens, hogy évekig húzódnak az ítéletek. Gulyás Gergely azt mondta, hogy azon dolgoznak majd, hogy Biszku Béla pere mielőbb folytatódjon, és akkor se szakadjon meg, ha közben meghal.